történetet. Folytatnám onnan, ahol főpolgármester helyettes asszony abba hagyta. Én is úgy érzem, hogy a város egyesít sok minden, és egyesíteni kell a városban működő szervezeteket is. 2015-ben, amikor ide érkeztem, nekem az volt a vállalásom, hogy egy együttműködő olyan szervezeti kultúrát alakítunk ki, alakítunk át, ami valóban a városban élők, városban közlekedők érdekeit szolgálják. Így 2015-ben merem vállalni, hogy bizonyos dolgok valóban a helyére kerültek, és folyamatosan megy a munka, hogy ez a szervezeti munka, illetve a feladatellátási struktúra is minél hatékonyabb legyen. A fővárosnak van egy BKK-ja, és nem a BKK-nak egy fővárosa. Nekem ez volt a szlogán, amikor indítottam. Én ezt vallom, mindenféle feliratív felhang nélkül őszintén vállalom, hogy nekem ez a stratégiám, és a fővárosnak a stratégiai közlekedéspolitikai célkitűzéseit támogatjuk maximálisan. Hogy ezt milyen módon tudjuk tenni, milyen módon tudunk az utasoknak a színvonal, utasok által érzékelt színvonalra hatást gyakorolni. Egyik elem a járműfejlesztések. 2015 folyamán főpolgármester is már jelezte, nagyon sok fejlesztés zajlott le. Kötött pályán, elektromos járművek területén, trolibuszok, önjáró trolibuszok területén, illetve a várban korszerű minibuszokon keresztül. Most már egy 80 fős, nagyon környezetbarát flottánk is van, ami CNG buszokat, illetve hibrid buszokat tartalmaz, illetve 20 darab elektromos minibusz hazai fejlesztés és hazai gyártású minibusznak a beszerzése is folyamatban van. Mi mindezt nem, mint BKK tesszük saját magunkért, mint saját beruházás, mindig a fővárosi célokat és a fővárosi projekteket valósítjuk meg, olyan feladat struktúrában, amilyen mértékben van bizalma a fővárosnak egy ilyen szervezet irány, és mi azon dolgozunk, hogy ez a bizalom minél nagyobb legyen, és minél nagyobb eredményt is tudjunk felmutatni. Az eszközök mellett másik nagyon fontos vetület maga az infrastruktúra, a közlekedési infrastruktúra. Ebből már a nagy projektekről volt szó, de azért kiemelni, hogy más dolog látványtervet publikálni, és más dolog télben fajban 100 kilós bombák közepette időnként fél várost is lezárva, illetve a lakosokat kitelepítve végrehajtani egy projektet, amire kezdetben két nyár, egy tél állt rendelkezésre a tervek szerint, majd a megcsúszott közbeszerzési eljárás miatt pont a fordítottjára vált. Ez a kis technológiai módosulás alapjaiban követelte meg a Szél-Kálmán tér kivitelezési folyamatainak az újragondolását. Tisztelt jelentem, hogy reméljük, hogy abszolváltuk a feladatot, és már is valóban egy nagyon szép kultúráteret tudunk átadni. A infrastruktúra fejlesztések után azért érdemes ránézni, hogy ezek se a fejlesztések sem öncélúak. Ezeknek látni kell mindig a konkrét eredményét, mit értünk el benne. Az, hogy 100% alacsony padlós klimatizált, legalább Euró 6-os alapítások kerülnek beszerzésre, ezt mindenki tudja, mindenki ismeri. Az, hogy ez milyen hatással van a szolgáltatás színvonalra, ennek a mutatóit nem nézzük meg olyan gyakran, de azért érdemes ránézni, hogy 2015-ben 15%-kal javult az akadálymentesített járművek aránya, körülbelül ugyanilyen arányban a trolibuszok akadálymentesített aránya is javult. A villamos közlekedés területén kapuvillamosok folyamatosan érkeztek, illetve érkeznek 16 nyaráig, opciós területet és lehívásokat nem is számítva. Ez is már érdemi eredményt tudott felmutatni. Ami másik nagyon fontos mutató, az a járművek átlag életkora. Autóbuszok területén egy év alatt több mint 3 évet fiatalodott a járműpark, a trolibuszok területén ugyanez az arány majdnem 4 évnyi, és a legnagyobb feladatunk mindig a kötött pályás járművek felújítása, illetve korállományának a javítása. Itt is már azért érezhető a javulás. A jobb szélen látható az, hogy a környezetvédelmi besorolások területén is 2015-ben markáns előrelépés sikerült felmutatni. De mindez csak öncélú műszaki bemutatás lenne, ha nem néznénk meg, hogy akik igénybe veszik a szolgáltatást, azok hogy beszélnek rólunk, hogyan értékelik a munkánkat. Nekem ez a filozófiám, hogy lehet bármilyen kimutatást csinálni, bármilyen projektet átadni, mindig az utasok elégedettsége, az utasok általi élmény és az ő visszacsatolásuk az, ami a legérdekesebb. Minden évben zajlik egy 1000 fő mintán történő professzionális piackutatási fölmérés. Ez az 1000 fő minta mind agglomerációt, mind fővárost érintő háztartási lekérdezést jelent. Ezeknek a részletei egyébként elérhetők lesznek, tehát nem mondom el a módszertani kereteit. De lényeg az, hogy a 2015. évi eredmények azt mutatják, és az első besatírozott szürke területre hívnám fel a figyelmet, 2014-ben az egységes, súlyozott utas elégedettségi index 2014 végén 46,2%-on állt. 2015-ben, egy évvel később, ugyanez 66% fölött áll. Mit jelent ez a mutató? Ez egy mínusz 100 és egy plusz 100 közötti skálán értelmezett mutató.
ami gyakorlatilag azt mutatja, hogy mondjuk egy 1 az 5-ös skálán értékelik az emberek, akkor az 1 és a 2-es, ami nagyon elégedetlen, illetve elégedetlen, vagy az elégedett és nagyon elégedett aránya körülbelül hova áll be. Ez azt mutatja, hogy ennyivel többen voltak, igazából 71% az elégedettek aránya, csak azt az elégedetlenek kicsit visszahúzzák, ennek az egyenlege ez a 66%, de az elmozdulás a lényeg, majdnem 20% pontos, vagy pontnyi, módszertan értelmes kérdés, javulás értelmezhető ezen a területen. Minden területen javult szignifikánsan 2015-ben a BKK által, illetve a BKK közreműködésével megszervezett közszolgáltatásoknak a megítélése. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy a biztonság és a komfortérzetnek a megítélése javult nagyon nagy mértékben, itt 25-24%-os javulásokat tudtunk fölmutatni, és az árkérdésének a megítélése, ami tavaly még csak 12%-on állt, és az 33%-ra húzott föl, ez azt jelenti, hogy mindaz a fejlesztés, legyen az jármű, vagy az infrastruktúrát érintő fejlesztés, ennek az árérték aránya kezd a helyére kerülni, és egyre többen érzékelik úgy, hogy ezért a szolgáltatásért valóban ezt az összeget érdemes kifizetni. Kiemelném azt is, hogy 2015-ben a munkavállalókkal voltak a legelégedettebbek az utasok. Ez azért nagyon fontos, mert nekem másik nagyon komoly vállalásom volt, hogy a jármű és beruházás centrikus megközelítésről egy emberközpontú, közösségcentrikus filozófiát valósítunk meg, és nagyon sok energiát fektettünk be arra, hogy a kollégák akár érzékenyítő tréningen, egyéb más módon keresztül sokkal asszertívebb módon próbálják az utasokat megszólítani. Az ügyfélközpontoinkban tényleg európai szintű kulturáltságú és megjelenésű kollégák vannak, olyan magatartással és olyan udvariassággal állnak hozzá, amit az utasok visszajelzése is visszaigazol. Itt 80% fölötti értékeket is mértünk az elégedettségbe. Amit még kiemelnék, egy nagyon érdekes apróság, hogy miért választják a közösségi közlekedést. Ebben a nincs autó típusú válasz tavaly még 53% volt, ez most 40%-ra csökkent. Tehát azoknak az aránya csökkent, akik kényszer használók. Vagyis egyre többen vannak, akik azért választják, és ezt is igazolják a számok, mert olcsóbb, ezeknek 7%-kal nőtt az aránya, tehát úgy érzi, hogy ez az árérték arány most már jobb. És nagyon megnőtt azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy gyorsabb is. Tehát a városon belüli elérést igenis javítja. Úgy, hogy egyébként ez a menet közben, ha 2015-ig évi üzemanyag árakat megnézzük, ezekkel a trendekkel együtt értékelendő teljesítmény. Végezetül arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy tényleg az az egységes közlekedés szervező logika, ami beindult, ebből nagyon sok elemét helyére tettük, ami jó, megtartjuk, amit módosítani kell, tanulni kell belőle, azokat kijavítjuk, és fokozatosan figyelünk arra, hogy ennek az egésznek a bevételi lába is, mert közben több mint 62 milliárd forinttal rekordárbevételt ért el ez a terület, ebben nagyon-nagyon komoly munka van, az is benne van, hogy teljes túldíjkezelés és a bevételek beszedése területén is átalakítottuk a társaságnak a folyamatait. Zárójelbe jegyzem meg, tegnap este későjjel kaptam egy telefont a követeléskezelési szakterületünktől. Volt egy kolléga, a kollégát itt üzélve, egy kedves utas, 32-szer blitzelt, majd felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtási fázis, fizetési meghagyás végén 924.307 forintot a végrehajtó keresztül a közösségi közlekedés kasszájába befizetett. Nem éri meg viccelni, ezért a színvonalú szolgáltatásért igenis úgy érzek, hogy méltányos és korrekt elkérni azokat a díjakat, amelyeket jelenleg nagyon erős szociális, illetve kormányzati-önkormányzati támogatással lehet fenntartani. Körülbelül a 38-40%-át fizeti ki az utas az összes költségnek a menedéki bevételeken keresztül. Tehát ezt a méltányos alkut mi ilyen színvonalú szolgáltatás mellett egy nagyon határozott bevételvédelmi intézkedés sorozattal támogattuk be. Úgyhogy én ezt tudom köszönni minden munkatársunknak is, hogy ilyen eredményeket tudtunk produkálni 2015-ben. Köszönjük a főváros bizalmát, és reméljük, hogy 2016-ban is rászolgálunk erre a bizalomra. Köszönöm szépen! Köszönöm.